A községek közötti szemle ünnepségeinek keretében 2000 néző és vendég jelenlétében Kullán rendezték meg a gyermekkórusok, zenekarok és tánccsoportok versenyét. A felszabadulás 30. évfordulója tiszteletére megrendezett szemlén a környező falvakból mintegy 1500 általános iskolás tanuló lépett fel. A résztvevőket Pásko Rómac néphős üdvözölte és a többi között hangsúlyozta, hogy tituelvtárs nevét a világ békeszerető és szabadságáért harcoló népe tisztelettel ejti ki. Kiemelte, hogy soha és sehol annyi joga és szabadsága nem volt a munkásnak, mint ma a mi szocialista hazánkban. Rómac elvtárs arra is emlékeztetett, hogy voltak próbálkozások, hogy megakadályozzanak bennünket azon az úton, amelyen haladunk. Az idősebb nemzedék azonban ezeket a próbálkozásokat lehetetlenítette. Ugyanakkor erősen hisz abban, hogy a jövőben a gyermekek sem okoznak csalódást. Az ünnepség keretében megkoszorúzták az elesett harcosok sírját, majd megkezdődött a gyermekkórusok, zenekarok és tánccsoportok versenye.